Mádán szeretettel üdvözlök mindenkit a katolikus körnek az idei utolsó napon rendezvényén, ezen a ma esti előadáson. Üdvözlöm azokat, akik vidékről bejöttek külön, üdvözlöm a református vagy más vallású testvéreinket, akik szintén részt vesznek ezen az előadáson. A kápán urat is üdvözlöm, nem a végére hattam, de így folytatom. A ma esti előadásnak a vendége, azt hiszem, hogy sokak által ismert, tévéből vagy máshonnan, médiumból ismert dr. Csóka András főorvos, Budapestről, a Honvéd Kórháznak a főorvosa, agysebész és agykutató. Idegsebész. Majd a fölfogalni, akkor megadtak, én nem akarok sokat mondani, mert olyan rövid az idő, és azt akarjuk, nem csak én, hanem mindannyian, őt akarjuk hallani. Annyit, ami a meghívóban is volt az illik, mert valaki nem biztos hallotta. Az előadás címe az, hogy Isten az örömeinkben és veszteségeinkben. A doktor úr, aki több műtéti technikát kidolgozott, a Prima Primissima díjas, Magyar Köztársasági Érdemre középkereszténnel kitüntetett, nemzetközi hírű orvos, számos könyveként én összeszállottam tegnap este, hogy 8-án, az utolsó, amit a múlt évben kárhat nem hozott belőle, mert nincsen, ez a címe, agysebészet rózsafüzérben. Úgyhogy, nem, nincs belőle. Mindig őszintén beszél vívódásairól, a magyarságról és az orvostudományról. Nyíltan kiáll nézetei és hite mellett. Tovább nem mondom, átadom a szót, főorvos úr, tessék. Igen, ez érdekes. Köszönöm szépen a meghívást, igazán megtiszteltető. Idén voltunk már egyszer itt Szlovákiában, Kassa mellett voltunk a Szepsiben. Szepsiben ott is egy nagyon szép és kedves közösség fogadott minket. Jó, eljöttünk ezekre a magyarlakta területekre. Tegnap azért egy lényegű évfordulót ünnepeltünk, amikor megindult ugye a magyarságnak, hogy kinyílja a szabadságát. Hát kellett aztán várni, amíg ez bekövetkezett. Itt talán egy kicsit ebben a tekintetben nehezebb a helyzetben, de hát azért sok minden előrelépés történt azért minden tekintetben. Ez az előadás arról fog inkább szólni, hogy személyesen én hogy tudom megtalálni azt a szabadságot, amit csak akkor tudok megtalálni, hogyha a legmélyebb valóságomban el tudok jutni, ahol megtalálom a jó Isten. Az igazi szabadság mindig az. És akkor élhetünk börtönben, szörnyű hányattatásban, elnyomásban, de hogyha megtaláljuk a jó Istennel azt a kapcsolatot, amiről a atya is beszélt a misén, akkor mi a legnagyobb kínban, legnagyobb veszteségben, legnagyobb hányattatásban is szabadok tudunk maradni. De hát ehhez az kell, hogy hitünk legyen, és nagyon erősítünk legyen. Ezt tartotta tulajdonképpen itt is életben a magyarságot. Azt hiszem, és Erdélyben is ezt tartja életben a magyarságot. Az igen erős hite, amitől mi anyaországbeliek nagyon sokat tanulhatunk, és nagyon erős példát adott mindez nekünk. Agysebészet így nincsen, idegsebészet van. Mindig az a média találja ki, ami nem ér véget a központi idegrendszer sebészeteit adatnál, megy tovább ugye a gerinc felé. Aztán, hogy ki nemzetközi hírű, ki nem, én azért úgy gondolom, hogy mondjuk a Puskás öcsi, az valóban nemzetközi hírű, vagy a Semmelweis, mondjuk a orvosoknál maradunk. Azért, mert az ember kitalál egy pár új ötletet, aztán azt közli, hogy elfogadják,
ez még azért messze van az igazi nemzetközi hírnévtől. Igen, Semmelweis az nemzetközi hírű volt, ezt azért is mondom különben, mert most múlt héten jöttem haza Prágából, ahol az Európai Idegsebészeti Kongresszus volt, és ott egy valami agysérültek szekciója volt, és arról szólt, hogy milyen nehéz bizonyos dolgokat átboxolni, új dolgokat adott esetben egy ilyen kezelésnél, és az olasz előadó hosszasan beszélt Semmelweisről, akit mondta, hogy azért, amit mondott, hogy kezet kell mosni, ugye elküldték a bécsi klinikáról, kirúgták, nem kapott katedrát, hogy aztán 20 évvel később mindenki végül is elfogadja az ő tanításait. Tehát azért egy ilyen távlatból egy európai kongresszus plenáris ülésén egy olasz professzor Semmelweisről beszéljen, azért ez nem kis dolog, nem volt rossz érzés nekünk magyaroknak. Na, de hát itt ezen az előadáson, vagy inkább nevezném úgy, hogy ha ezen a hangerőt beszélek, hátul hallják a kedves hölgyeknek, jó? Inkább ez egy személyes megtapasztalásról szeretnék beszélni, a hitnek, az igazságnak a személyes megtapasztalásáról. Tessék jönni itt a hely. És tulajdonképpen a Jóistennek a életemben a személyes megtapasztalásáról, ami hatással volt a szakmára természetesen, de talán még nagyobb hatással volt a magánéletemre. És ezt a műfajt ugye úgy hívjuk, hogy bizonyságtétel, tanúságtétel. Tehát ez lenne. Előrefele a villanyt nem tudjuk bekapcsolni. Mindegyiknek a burkolt vágya talán az, hogy a gyermekkornak azt a tiszta istenhitét hogy lehetne megtartani, hogy lehetne átmenteni a felnőtt korra. És ha ez nem sikerült, akkor hogy lehetne visszaszerezni? A gyermek az egészen kis gyermeknek tényleg megvan a közvetlen Isten kapcsolata. Mondjuk így, hogy benne él a mennyországban. És ez a mondat, ez elhangzott egy 7 éves kislány szájából, aki a 3 éves öcsikéjének merte ezt mondani, ugye, hogy mesélj nekem a mennyországról, mert kezdem elfelejteni, hogy milyen. Valóban, ahogy az ember nő, elhagyja a gyermekkornak ezt a tiszta hitét, és kezd úgy járni, mint az a sportoló, aki nagyon-nagyon tudta az ő sportját, világbajnok volt, olimpiai bajnok volt, minden gyermek, az 1-2-3 éves összes gyermeknek oda lehetni, adni, hogy te a hídben olimpiai bajnok vagy, te a hídben világbajnok vagy, de hogyha ez a sportoló nem edz, elhagyja az edzésmunkát, telnek az évek, és egyszer csak jön valami kihívás, ha mondjuk boxról van szó, akkor bizony ott könnyen, nagyon gyorsan kiütik. És tulajdonképpen a fiataloknál ez a borzasztó nagy veszély van, és ez egy külön művészet, hogy lehet őket rávezetni arra, hogy ne hagyják el a hitbéli edzésmunkát. Mit jelent a hitbéli edzésmunka? Az, hogy én valamilyen szinten élő, pislákoló kapcsolatot megtartani az Úr Jézussal, megtartani a Jóistennel.
és hogyha nem hagyja el a templomot, akkor van komoly sansza, hogyha még él a szentségekkel is, hogy meg tudja ezt tartani, és legalább nagyon erős emléknyomként át tudja menteni a felnőtt korára. A legnagyobb csábítás ebben a fiatal korban, vagytok itt egy pár fiatalok, de azt hiszem nagyon sokan vagyunk érintve, mint szülők, vagy nagyszülők. A legnagyobb csábítás az, hogy egyfajta őszinteség jegyében hagyjuk el a templomot, hagyjuk el a hitünket. És ez az egyfajta hamis őszinteség, ez az, nagyon egyszerű, hogy ha én úgyis elkövetem azt a bűnt, amit nekem az atyák vagy a lelkészek nagyon azt mondják, hogy nem szabad, az egyházam nem szabad, akkor micsoda egy dolog ez, hogy én akkor megint oda megyek, meggyónom, és szinte már a gyónás közben is majdnem tudom, hogy valószínűleg úgyis el fogom követni. Ugye főleg ez a borzalmas szexuális szabadosság, ami az egész életet ma átlengi, és teszi tönkre a fiataljaink életét, hát ez az egyik fő pontja ennek a hitelhagyásnak. És emlékszem, hogy pontosan ilyen okból hagytam el én is a gyermekkorban a templomot, 15-16 éves koromban kezdtem elhagyni, akkor, amikor én a drága aranyos feleségemmel, aki most is feleségem, megismerkedtem, de mi is elkövettük azt a hibát, amit a mai fiatalok is elkövetnek, hogy előbbre vettük a testiséget, mint a lelkiséget. És ennek lett a következménye, ez a faramuci ostoba valamiféleképpen egy ilyen hamis őszinteségi megokolás. Nagyon érdekes dolog, hogy ezt tessék elképzelni, visszajön a halál előtt az idős emberekben, akik végül is egész életükben nem közeledtek, nem foglalkoztak a jó Istennel, hanem csak valami gyerekkori emléknyomuk van. Van egy nagyon kedves nagybátyám, ilyen látogat haldoklókat, ugye a hospice az Magyarországon, de itt is van, gondolom, hospice látott is. És van a halál előtt, és pontosan ebből a megokolásból nem tudja elhinni a Jóistennek a végtelen irgalmasságát, amit a fiataljaink se tudják elhinni, hogy igen, ha van valami kis szándékod, akkor lehet gyónni 7-szer, 77-szer, 77-szer. Csak ne hagyd el a szentségeket, ne hagyd el a templomot. És időskorban, halál előtt is még ki tud tartani ez a vad, buzgó, hamis őszinteségből vetett ateista kitartás, és én is megtapasztaltam egy jó kedves ismerősöm, akit még ismertem fiatal korom óta, 86 éves, és nagyon összeomlott minden körülötte, öngyilkos akart lenni, úgy szedték össze valami hídról, és bevitték oda ugye a pszichiáterre, de ő egy egyetemi tanár volt, egy értelmes egyetemi tanár volt. És hát úgy a barátom miatt, aki már meghalt, ő neki volt az apósa, elmentem hozzá, és mondtam neki, hogy hát nem szabad ezt csinálni, hogy miért kell, hogy hát higgyen a Jóistenbe. És azt mondta, hogy ő egész életében, ő 13 éves koráig a nagymamával járt templomba, de utána aztán mindent ennek az új rendszernek köszönhetett, nem járt templomba, ő nagyon tudja, hogy Jézus a legszebbeket tanította, és ő mint egy ilyen igazi anonim keresztény ember volt, hogy ő ezt
ezeket be is tartotta, és ő soha nem állhatott senkinek, az az igazi becsületes kommunista volt, amit ugye sokan megkérdeznek, hogy volt-e ilyen, vagy van-e ilyen, de van ilyen, persze, hogy van, hogy nem lenne. Sok volt, és ő egy micsoda egy dolognak tartja, hogyha 60 évig, vagy nem is több, 70 évig nem foglalkozott a Jóistennel, most itt a végén, akkor rohanjon hozzá segítséget kérni, hát hogy micsoda egy gyenge dolog, micsoda egy őszintétlen dolog. Nem hitt szegény a Jóistennek a végtelen irgalmasságában. Szóval erre kell az embereket valahogy rávezetni. Milyen borzalmas lehet valóban úgy meghalni, hogy el fog jutni a mennyországba ezek az emberek, de micsoda borzalom lehet úgy meghalni, hogy belehullunk a semmibe. Belehullunk a semmibe. Hát, és ezt azt hiszem fiatal korba kell valahogy a gyerekeinket visszatéríteni, és ebben nekünk is komoly részünk van. Komoly részünk lehet szülőknek, nagyszülőknek. Én is ebben küzdök különben, a 21 éves gyerekemnél is, de még a 30 éves gyerekemnél is, hogy mindegy, tudom, hogy hadilábban állsz egyenlőre, nem olyan fontos, de legalább járj el, vasárnaponként járj el, vedd a szentségeket. Visszatérve a saját példámhoz, hát én is elhagytam a hitemet, elvettem a templomot, és elkezdtem, ez persze nem azt jelenti, hogy az ember nem hisz Istenben. Egész Európa hisz Istenben. Nincs abban baj. Csak mindenki a maga Istenében hisz. Abban van az óriási baj. Maga módján hívő. Maga módján vallásos. Nekünk otthon az anyaországban volt egy csodálatos professzor asszony, a Pop Mária, talán még itt is volt, nem tudom, hogy hallottatok róla. Ő 20 éven át követett 5000 embert boldogságkutatás címén, a Magatartástudományi Intézetet megalapította ott a Budapesti Orvosi Egyetemen, és kimutatta egyértelmű statisztikával, tudományos módszerekkel, hogy a társadalomnak a legboldogtalanabb, legveszélyeztetettebb embercsoportja az, akik magukat maguk módján mondják hívőnek, maguk módján mondják vallásosnak. És ez azért van, mert még rosszabb helyzetben vannak, mint adott esetben a materialisták is, vagy panteisták is, mert ha valaki az anyagban hisz, vagy a természetben, ugye az a teremtett világhoz tartozik, és a teremtett világban van egy nagyon komoly rendszer, van egy törvény, amit az Isten teremtett bele a teremtett világba, a törvény. Tehát aki azután megy, az jobban jár, mint aki azt mondja, hogy na majd én értelmezek mindent, és tulajdonképpen azzal, hogy a maga módján vagyok hívő, és nem követem az egyházamnak a tanítóhivatalát, amely évezredek alatt munkálódott ki, iszonyatos mennyiségű vértanúság árán. Ezzel végül is azt mondja ki az ember, hogy legyen meg az én akaratom. És ebből aztán mindig sokkal-sokkal nagyobb baj lesz, mint hogyha akár hinnék a természetben, vagy hinném az anyagot. De a sátán, vagy a gonosz lélek, vagy a bennünk lévő kis egó, mondjuk így, nem tudom, hogy ki melyikkel idézőjelbe, melyik kifejezéssel szimpatizál, nagyon ragasz, mert nagyon sokáig a dolgok nagyon jól mennek Isten nélkül. Sokáig jól megy a szekér hit nélkül. Sokáig jól mennek a házasságok templom nélkül. Összeházasodnak, szerelem is van,
gyerekek születnek, minden szép és jó. És amikor már teljesen legyengült az a sportoló, mert semmi edzésmunkát nem végzett, akkor jön a ravasz kísértő, hogy most már itt nyílt a terep, ezt az embert én nagyon hamar ki tudom ütni. És nagyon hamar a Istennek a szívben kiüresedett helyére, ahol a jó Istennek ki nem, oda egy pillanat alatt be lehet tenni egy bálványt, és ez a bálvány aztán szétrombol mindent. Szétrombolja a házasságokat, szétrombolja magát a embert. Lehet ez mindenféle alkoholizmus, lehet ugye a jönnek a munkaalkoholizmus is lehet. A munkaalkoholizmus bizony ugyanolyan ártalmas tud lenni, mint az alkoholizmus, sőt ártalmasabb, mert az alkoholizmus megveti a társadalom, a munkaalkoholistát nem veti meg a társadalom, a szabadon gárázdálkodik, és bizony szép zilálja ugyanúgy a családokat, a házastársadat, azt nem csak egy másikkal tudod megcsalni, hanem a munkával is meg tudod csalni bőségesen, és ugyanúgy tönkretesz mindent. És ez akkor tud befészkelődni az embernek a lelkébe, szívébe, ha onnan Istent már hanyagolta, úgymond eltakarította. Így jártam sajnos én is, és nagyon szép kezdetek után, szép házasság, szép családi élet, körülbelül olyan 36-37 éves koromra egy teljes magánéleti, házassági és tulajdonképpen munkával kapcsolatos mélypontra, válságba kerültem, és bizony úgy éreztem, hogy minden tönkrement körülöttem. Tönkrement a házasságom, rossz apa voltam, rossz orvos voltam, és minden romokba hevert. Kérem a következő. Tehát nyugodtan kimondhattam azt magamról, hogy a tékozó fiú ott van a disznó közepén. Sokan eljutunk ide, persze vannak nagy disznólak és vannak kisebbek. Nem kell mindenhez tönkre, mindennek tönkre menni, de ennek több fokozata van. Hála Istennek, az embernek a szívébe bele van ültetve a lelkiismeret, amit mondhatunk Krisztus hangjának, vagy Krisztus homályos hangjának, és mindig úgy akar szólni, de az kétségtelen, hogy el lehet nyomni. Arra valók nagyon például a barátok, hogy érezzék ezt a lelkiismeretet. Tulajdonképpen a disznóólból elindulni hazafelé, az nem egy olyan nagy dolog, mert ott rossz lenni, ez az nem egy nagy kunszt. Az már, ahhoz már kell valami kis kitartás, hogy haza is érjen az ember, és a hazaérés végén otthon is maradjon. Tehát a megtisztulás útját végigjárva, maradjon rajta a megvilágosodás útján. Ez nálam 16 éve történt, 1998-ban, és a gyenge embereknek, mint amilyen én is voltam, és azt talán mondhatom, hogy vagyok is, a Jóisten mindig odaad adott esetben különleges kegyelmeket, amik elegendő kegyelemként szerepelnek, nyilvánulnak meg benned, hogyha legalább a szándék megvan. A szándék megvan. És azért megvolt a szándék, mert ott érdepeltem egy
elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba, elkezdtem újra gyónni, elkezdtem újra áldozni, mindig visszaestem, főleg itt a magánéleti bűnök, a házastársi hűtlenség, az egy fő kiváltója volt. A italozás. Nem voltam alkoholista, csak ez az állandó kere, ami a ma is jellemző a gyerekekre, hogy állandóan a bulinak, a szórakozásnak a privilegizálása, a keresés, hogy nehogy véletlenül csak egyszer menjen el hétvégén szórakozni. Legalább el kell menni kétszer vagy háromszor. És nehogy véletlenül mondjuk egyik hazaérjen az ember, csak szigorúan reggel 4-kor, 5-kor verkődjön haza, hogy a biológiai órája is fölboruljon. Borzasztó látni a városban, nagyvárosokban, akár az egyetemista fiatalságot, és bizony ebben benne van a templomba járó fiatalság, iszonyatos kísértésnek vannak kitéve. Talán egy ilyen kisebb városban, itt ez még nem jelent akkora problémát, nem tudom. De a Budapesti őrületes mennyiségű szórakozóhely, felhozatal, szabad a választék sajnos. Elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba, és kértem az Úr Jézust, hogy segítsen nekem fölállni ebből a rohadt posványból, és visszamenni a hazába, visszamenni a disznóból. És megkaptam hozzá a kegyelmet, egy óriási kegyelmet kaptam hozzá, aminek tulajdonképpen elégnek kellene lenni egész életre, valamilyen szinten elég is, de aztán, amikor idén egy nagyon nagy tragédia ért el, amiről majd fogok beszélni, amikor a kisfiam eltávozott, akkor kellett egy újabb megerősítő kegyelem, de nem akarok a dolgok elébe vágni. Ez a tiroli fafaragók készítették ezt a gyönyörű keresztet, és a tökéletesen a Rózsa Füzér királyné templom, a Rézsanadó Munkos templom volt, ott van most is egy 5-6 méteres kereszt, és ott előtte térdelve, lassan most már 16 éve, 1998. december 12-én egyszerűen az Úr Jézus adott, imádkozta arra a keresztről, rám nézett, rám bólintott, hogy menj és ne létezz tovább. Nincsenek olyan szempontból az én életemben, ennek nagy jelentősége van, de azt biztosan tudom és mondom, hogy aki néz Isten felett és kéri a megtisztuláshoz a segítséget, valamilyen módon megkapja a kegyelmet, megkapja a jelet, ami nagyon segíti őt. Ahogy Szent Ágoston is megkapta, hogy ott volt egy Biblia előtte, vedd és olvasd, azt hallotta valami gyerekhang, szólt, megkapjuk. Ha mindig a baj bennünk van, nem veszünk észre, ez a probléma. És biztos előtte is én sokat kaptam, nem vettem észre. De amikor végül abban a spirálba olyan mélyre kerül az ember, hogy azt mondja, hogy Istenem, csak te tudsz nekem segíteni, és én nem tudok ebből kimászni, meg fogja adni az Úr ezt a kegyelmet. Hát én egy ilyen csodálatos Krisztus élmény formájába kaptam meg. Én láttam azelőtt is nagyon sok keresztet, el is időztem több ezer, és láttam, ugye, hogy eltelt, hogy azért a gyerekkoromban is templomba járó voltam meg. Hát egyik se bólintott rám. Ez rám bólintott, rám sóhajtott. És egy csapásra minden megváltozott, ahogy a római százados, megkaptam az emberektől is a kegyelmet, megkaptam a feleségemnek a megbocsátó szeretetét, a 7x77-szer, megkaptam a kamasz gyerekeimnek a megbocsátó szeretetét, az egész családomnak a megbocsátását,
És egy pillanat alatt minden rendben jött, született még két gyermekünk, visszatért a diákszerelem, ami már robokba hever, és tulajdonképpen a szakmai életem is végre elindult egy kreatív irányba. A kreativitás az ám egy nagyon foglalkozik vele az agykutatás. Egy biztos, az agykutatók között, én nem vagyok agykutató különben, csak az a sebész az más. Attól, hogy az ember ott sebészkedik, az még nem mondom agykutatás, a sejtszinti minden sejt körök szintű, az egy maga, de magasabb rendű dolog, mint a, akármi az agysebészet. A lényeg az a konszenzus kialakult, hogy a kreatív ötlet, az nem elég a tanulás, meg a hatalmas ismeretanyag, hanem kell a másik oldalon egy olyan gazdag belső világ, ami egy ugyanolyan fontos tartószlopa a kreativitásnak, mint maga a tudás mennyiség, amit felhalmozol. És ez azért működik így, ha egyszer meg tudjátok hívni a Fáni Tamást, majd ő elmondja, vagy kutatót, mert szinte végtelen az információ száma, amit fel tudunk fogni. Annyira sok agysejt és hálózat van az agyi érzőkörben. De mi a kreativitás? Van egy probléma, jönnek föl az emlékek, hasonló helyzetek, tankönyvi ábrától kezdve hasonló műtéti helyzet, amit orvosi dolomba vizsgán tanultak. És akkor egyszer csak kiválasztok egyet, amit ide illik, kicsit alakítgatom, és azt mondom, hogy ez az, ide ez a jó, és működik. Csak ehhez elő kell hívni azt a rengeteg információt, ami neked ott elsüllyedt a memoriteredben. És az a probléma, hogy azokat tudod előhívni, ami megvan pecsételve a belső világod által, az mondjuk úgy az érzelmeid által. Na most ebbe a belső világ körbe, limbikus rendszernek nevezzük, nagyságrendileg alacsonyabb a kapcsolati szám, a sejtkörök, a sejtek száma. Tehát nagyon ki kell használnunk ezt a belső világunkat, nagyon aktívnak kell lenni ennek a belső világnak, hogy tudja jelölni a fontos információkat. Mi az, ami aktívvá teszi a te belső érzelmi világodat? Bizony a szeretet, az Istennel való kapcsolat, és természetesen a kultúra, az értékes kultúra. És ez a másik alapja a kreativitásnak. És ezért nem győzik hangsúlyozni a agykutatók, hogy a gyerekeket értékes kultúrára, hitre, az Istennel való belsőséges kapcsolatra, szeretetre kell nevelni, mert ettől lesz gazdag a belső világa, és ebben teremti meg a későbbi kreativitásának az alapját. És ez rajtam annyira beigazolódott, hogy 42 éves koromig, addig a pillanatig, amíg az Úr Jézus rám nem nézett, semmiféle apró ötletem nem volt. Szalon idióta módjára dolgozó orvosként éltem a napjaimat, aki mondjuk 200 munka folyamatot valahogy benne volt, ez kész. Nem tudott ötlettel előjönni. És abban a pillanatban, amikor megtörtént bennem ez a konverzió, és a csőlátásom, a bálványimádásom kisélesedett, és szélessé vált, Krisztus szabaddá tett, bizony megtapasztaltam, hogy jöttek a kreatív gyógyító ötletek, amik elsősorban a betegeknek volt jó, mellette nyilvánvaló lett az embernek ettől személyes úgymond, sikere az életében. Jó Isten azt akarja, hogy sikeresek legyünk az életben, nem szégyen az. De azt is akarja, hogyha bajban vagyunk, azt is jól tudjuk viselni. Tehát
ez a világosodásnak az útja, és azt hiszem, mi keresztények, akik keresztények mondjuk magunkat, a legnagyobb számmal ezt a világosodás útját járjuk. De a világosodás útjának is bőven-bőven vannak mutatói. Például a trikkozó fiú történetében, ha már erről így beszélgettünk, az idősebbik testvér az is a világosodás útján jár. Hát az idősebbik testvérrel azért olyan nagy baj nincsen, csak egy valami dolgot nem tud elengedni. A földi igazságot, ami egy becsületes igazság, de azt nem tudja elengedni. Hogy a kutya fáját, hát micsoda igazságtalan dolog az, hogy a papa annak a disznóból hazatérőnek tartja a nagy lakomát. Hát tényleg igazságtalanság földi szemmel. Krisztusi szempontból nyilvánvalóan nem. De egy valamit nem tud elengedni. Vagy ott van a gazdag ifjú, az is tartja a 10 parancsolatot, ő a világosság útján jár, de egy valamit már nem tud elengedni. A becsületesen megszerzett vagyonát. Azt azért már nem. És ha belegondolunk magunkban, akkor mi is észrevehetünk ilyen problémákat az életünkben. Jó kereszténynek tartjuk magunkat, jogosan is, de vannak dolgok, amit nem tudunk elengedni. Úgy járunk ilyenkor, mint az a majom, akik így fognak meg, hogy beleteszik a faodrába a banánt, vagy a táplálékot, és ő benyúl érte, így be tud nyúlni, azon a lyukon benyúl, összeszorítja, és az összeszorított ököl, ugye nagyobb lesz annak a kerülete, aztán kihúzni nem tudja. Ott nem marad, és szépen a vadászatban megy, és elkapja a majmot, mert nem tudja elengedni azt az egy valamit. Legtöbben különben azt hiszem, azt nem tudjuk elengedni, hogy mi magunk tartjuk a kormánykereket. És az Úr Jézus mindig segítségül hívjuk. Én magamat visszanézve az elmúlt 16 évben, amikor tényleg teljes erővel, hittel megpróbáltam Krisztust követni, tehát vagy szolgálni, valahogy úgy érzem, hogy ez azért nem ment nekem. Mindig én gondoltam ki valamit, átengedtem egy evangéliumi szűrőn, erkölcsi szűrőn, és imádkoztam, és kértem hozzá az Úr Jézusnak a segítségét. És nagyon sokszor a legapróbb részletekig segített a Jóisten, aztán volt néha, hogy nem. Ugye az bukásnak érte meg az ember, de nem tudtam arra törekedni, hogy ne én. Szóval valahogy úgy volt, hogy legyen meg a te akaratod, de azért a te akaratod az legyen, ami az enyém. Nehéz eljutni ebbe a teljes önátadásba. Hogy valóban, Uram, te ülj a kormány keréknél, te ülj a gyeplőknél, én ülök az anyósülésen. Szeretjük a Krisztust anyósülésre ültetni, de állandóan kérjük a segítségét. Tényleg kérjük. Kérjük. Óriási mennyiségű imádsággal, rózsafüzérrel. Kérjük. Segíts nekem, Uram. Mindig el akarunk bújni mögéje. Tehát van egy ilyen attitűdje ennek a hitéletnek, hogy ha baj van, akkor be akarok rohanni a szoknyája, nem szoknya az a ruha, mögé akarok bújni. Nem azt mondani, hogy fogd a kezem, és én is fölvállalom a problémát, jó, hogy mellettem vagy, és valahogy úgy együtt oldjuk. Amikor nagy baj van, beugrunk mögé. Ez később jött úgy elő bennem, majd mindjárt
kell visszatérni, de még visszatérek a világosodás útjára, menjünk egy diával előtt. A világosodás útján gyönyörű dolgok születnek, és nagyon jó érzés, amikor az ember mondjuk a tudomány világában kalandozik és próbál alkotni, hogy fedezi a saját szakmájában azokat a tényleg hatalmas nagy géniuszokat, akik vagy kaptak Nobel-díjat, vagy nem. Ez most nem érdekes, mert azt is sokszor csak teóriák írják, az a baj, pont a Nobel-díjat. Akik tényleg, és az a kis tanúságot tesznek, hogy ez egy micsoda jó, megerősítő dolog. Hát a mi szakmánkban, ha már agykutatást említettem, nem idegsebészet, de agykutatást, tehát az összes idegtudományban dolgozó ismeri az Eccles professzornak a nevét, aki az egész agykutatásnak valóban a megteremtője. A múlt század végén kapott Nobel-díjat, 97-ben halt meg, és ő egy tudományos könyvben a következőt írja le. Mondom, de úgy érdemes kérdezni. Tehát minden lélek Isten új teremtménye, melyet az emberi magzatba implantál. Ez jó dolog, hogyha egy ilyen nagy koponyan kimondja, hát ez persze, ezt kell tudni. Na de amit utána mond, a tudományos redukcionizmus, és annak ága az ígérgető materializmus, mely az egész szellemi világ létezésért idegsejt tevékenységek modelljével akarja magyarázni, hihetetlenül leértékeli az emberi lét titkát. Ez a mondat nem mond más, hogy az emberi lét titka az nem az agyunkhoz kötött. Tehát nem az agyműködéstől vagyok én emberi személy. Akkor is emberi személy vagyok, ha agyhalott kómás vagyok. Vagy maga tehetetlen, idős, Alzheimeres, demenciás beteg. Ugyanolyan emberi személy vagyok, mint amikor átveszem a Nobel-díjat az életemnek a csúcspontján. Az a nézet, mely szerint a gondolkodás fizikai folyamatok eredménye, egyszerűen babona, melyhez a dogmatikus materialisták ragaszkodnak. Abban reménykedünk, hogy a megszabadult lélek új jövőt talál, mélyebb értelemmel és megdöbbentőbb tapasztalatokkal egy megújult, megtestesült létezésben, összhangban a hagyományos keresztény tanítással. Szakkönyv Evolution of the Brain 242. oldal. Tehát nem mond mást a világ eddigi legnagyobb agykutató géniusza, mint azt, hogy a te emberi személy mi voltod, az nem az, nem az agyattól van. Mit jelent ez tulajdonképpen? Azt jelenti, hogy az agyam az egy ugyanolyan kivitelező szerv, mint a kezem, nyelvem, májam, csak valóban biológiailag a legmagasabb szinten differenciált. Öröklöm a fizikai tulajdonságaimat, hajam színe, magasságom és a többi. Öröklöm a lelki alkatomat, öröklöm. Ilyen vagyok, aggódós típus vagyok, az már az agyhoz kötött öröklődési faktor. De nem öröklöm a szabad akaratomat. Az nem öröklöm. Vagy nem öröklöm a megbocsátó képességemet. Vagy nem öröklöm a szeretetet, amit tudok adni. Ezt nem öröklöm. Tehát a szüleimtől azt kapom, hogy valami vagyok, de hogy valaki vagyok, azt a jó Istentől kapom, ahogy ott a professzor az első mondatba írja, amit a magzatban itt van. Ez nagyon-nagyon fontos tudni. Amikor leáll az agyam, halott az agyam, akkor is tudok szeretetben megnyilvánulni. Nemrég egy 6 éves kislányt a szülei kérésére átszűrte az agytörzse egy nagyon súlyos, gonosz agydaganat
a nagyja nem volt garantáltan már agyműködése, agyhalott volt. A szülők kérésére gépen életben tartották a gyereket. A szülők aztán találkoztak egy apácával, aki nagyon hosszan többször beszélgetett velük, és tulajdonképpen rábeszélte, meggyőzte őket, hogy engedjék el a gyereket, engedjék el. Ez gyereknél nagyon nehéz kérdés, nem lehet nyilván mondani, hogy semmiben nem lehet az emberről ítéletet mondani. Érthető ez a szülői magatartás is. Szóval a végén a gyerekek eldöntötték, hogy elengedik a gyereket, bementek hozzá a kórházba, a klinikára, és mondták neki, hogy mondták a nevét, hogy kislányom, megbeszéltük apával, elengedünk téged az Úristenhez, beszéljétek meg, és elmehetsz, ha úgy gondolod, hogy sokat szenvedtél már, nagyon. És az a gyerek arcán átsuhant egy mosoly, amit az édesapa és az édesanyja is regisztrált. És utána 8 perc alatt meghalt. 8 perc alatt leállt a szívműködés, a légzés az mondjuk nem volt, mert az gépülő rendeztetésen volt. Tehát a garantáltan agyműködés nélküli beteg megértette, mert az emberi személye az ugyanúgy ott volt. A lelke ugyanott volt. Én is megértem egy hasonlót, az egy öngyilkos fiatal ember volt. Az mindjárt egy példa a kreatív ötletre és erre ennek az igazolására. Ő is agyhalott volt, mert átlőtte a fejét. És ott ültek velem a szembe a szülők is. El voltak keseredve, és nem csak, hogy elvesztették a gyereküket, aki problémamentes gyerek volt, és szerelmi csalódás semmi, hanem, hogy mi lesz az üdvösséggel. Egy nagyon vallásos református család volt, és mi lesz ennek a gyereknek az üdvösségével. És úgy magamban imádkoztam, hogy tudjak valami igazán vigasztalót mondani ennek a borzasztóan elkeseredett házaspárnak és a maradék egy gyermeküknek, aki egy orvos egyetemista lány. És végül Rózsafüzért imádkoztam különben, és mint egy megerősítve az előbb mondottakat, közben jött egy gondolat az imádság közben, és azt mertem mondani, hogy nyugodjon meg, én úgy gondolom, természetesen biztosan nem tudhatom, de ez a gyermek nem a szabad akaratából lett öngyilkos. Kizárólag meghibásodott, a legmagasabb szinten differenciálódott biológiai struktúra, az emberi agy, de ott mélyen, a legmélyebb, ő nem akart öngyilkosnak lenni. Végül is a pszichiátria, a skizoaffektív reakcióként jön le egy ilyen tudatlansodásos állapotot mondjuk. Oda mentünk a gyerekhez, mert vitték donációra, szervátadásra vitték el a műtőbe, búcsúztak tőle ezek a szülők, és a gyermekbe megindult egy könnyezés, mint egy visszaigazolva a mondottakat, hogy ő is értette a búcsúzást, értette a szeretetet, értette a szeretet áramlást. Tehát ilyen példák azért vannak, én erről már hallottam, de ezt személyesen én is megértem. Tehát, ahogy az egyházunk se ítélkezik az öngyilkossal kapcsolatban, még Júdással se kapcsolatban, azért ott még bőven van helye, van a Jóisten kegyelmének. A másik dolog, amit mondtam, hogy mint orvos, amikor szembeállsz egy beteggel, ez mondjuk nem szakmai ötlet volt, de hogy ugye az imádság segít abban, hogy minnyáján gyógyítottá kell válni. Minnyáján az orvos az gyógyítja a testet, meg a nővér, meg a műtősnő, meg a kórházi személyzet. Na, de a lelket azt mindenkinek kell gyógyítani. Nagyon sok a lelki beteg ember. Hát hogyha ha megnézem, hogy ugye itt van egy nagy
város, és akkor hányan jönnek el, ha minden templomot összeszámolok, vasárnap hányan vesznek részt misén, Isten tiszteleten, hát 900-ig jönnek ki, igaz? Szóval a lelkekben ott óriási bajok vannak, és azt mindannyiunknak kell gyógyítani. És bizony az imádság által szedjük föl azt az energiát, azokat az ötleteket, amit a kommunikációban, beszélgetésekben, vagy éppen tűrési képességünket kibírjuk a másiknak a panaszáradatát, és ezek mind-mind gyógyító erejük. Ez nekünk erejének, ezek nekünk keresztény kötelességünk. Nem kell hallgatni a másikat, még ha az olyan nehéz is. Következőt kérem. Igen, ez egy nagyon szörnyű és tragikus eseménye az életemnek, mindjárt tovább megyünk. Ez az én kisfiam az első áldozáskor, és aztán röviden utána már holtam. Menjünk tovább. Ez évnek a február 2-án történt, hogy otthon voltunk, valószínűleg egy mini epilepsziás foham kapcsán a kertünkbe, a ilyen téliesített medencébe beleesett, és a 30 centis vízbe, aminek szivacs volt a tetején, megfulladt. Én találtam meg, én próbáltam újraéleszteni, először sikertelenül, aztán mentők, aztán megint próbáltam, mert nem akartam én se elengedni, de hát sajnos ő ott megfulladt. És ez bizony, ez egy nagyon tragikus eseménye az életemnek, meg az egész családjának, közben meg otthon voltunk. Mi otthon voltunk, mi nem voltunk a szobában, ez később délután történt, nem kellett a gyerekre ránézni, ő egy teljesen rendben tartott kezel, nagyon gyenge formájú, nagyon gyenge jelű, mondjuk epilepszia volt, és hát ez bizony megrázza az ember. Őt sikerült a legvallásosabban nevelnem az összes gyermekem körül, nem véletlenül közül, nem véletlenül mutattam azt az első áldozó képet. És ilyenkor, amikor egy ilyen nagyon nagy tragédia értéged az életben, akkor az természetes, hogy tévre esel, de egyszerűen arra is rájössz, mert én még ott, amikor lezárult ennek az újraélesztés folyamata, rátettük a rózsafüzért, Márkasára családot, imádkozta a rózsafüzért, beidéztük a Batthyány Stratman nagy példaképpennek azt a mondatát, hogy meghalt neki is az ödöm fia, hogy köszönjük, hogy eddig velünk lehetett, de azt kellett felismernem rá a testvéreim, hogy az én nagyra tartott hitem, amit sok előadásban elmondtam, könyvet is írtam róla, az bizony csak az értelem hite volt, nem volt lenne a szívben. És ezt erre akartam utalni, amikor ott először. Tehát amíg a világosodás útját járjuk, nagyon vizsgáld meg magad, hogy hol van a te hited, a szívedben, vagy az értelmedben. A másik dolog, amikor az ember erről beszél, a hitéről, nem szabad több hitről beszélni, mint amennyi van benned. Nem biztos, hogy az jó, én úgy gondolom. Bár ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szegény atyák is, azt hiszem, ők is vívják a maguk irgalmatlan harcát. Hát nem tudom, ezt nem tudom, hogy van. Minden esetre én most azt mondom nektek, hogy most itt engem relatíve stabilan láttok, mert beszélek róla, nem sírom itt el magam, de azért azt elmondom nektek, hogy mondjuk ez a stabilitás, ami így néz ki, ez belül azért nem olyan stabilitás. Belül messze, messze nem ilyen stabilitás. És ott rögtön fölismertem, hogy hát
hát nekem ez nincs a szívemben. Nem jutottam el addig, hogy számon kérjem Istent, bár sokan ajánlják, az atyák is, hogy veszekedjek nyugodtan a Jóistennel, mert valahogy azt azért az elmúlt 16 évben elfogadtam, hogy a Jóisten az én atyám, ahogy nem is az enyém, hanem a mi atyánk, ahogy mondjuk a mi atyánkba, és az elképzelhetetlen, hogy ő rosszat akarjon akár a kisfiamnak, vagy pedig akár nekem. Tehát ez elképzelhetetlen. És ezért ő a mi jó Istenünk, a mi atyám. Áno. Tehát ez így azért megvolt bennem az értelemnek a szintjén. Az értelem szintjén ez megvolt bennem. De az elkövetkezendő 9 hónapnak, ami ma is a mai napig tart, a munkásság, a munkája az az, hogy ezt az értelemnek a hitét, az értelemnek a hitét valahogy letoljam a szívembe. És ehhez fedeztem föl, amit sokan tudunk, és kicsit az anya is ma erről beszélt a misén, a szemlélődő imádsággal. És érdemes a szemlélődő imádsággal akkor is foglalkozni, amikor nem vagy bajban. Tehát amikor megpróbálod a legmélyebb valóságodba elindulni, és nem kifele indulsz el, hanem befelé indulsz el, és ott a legmélyebb valóságodba valahogy megtalálni a két más mi voltodat, megtalálni a Jóisten. Tulajdonképpen ez az, amikor azt mondom, hogy átadom neki a kormánykereket, vagy a kormánybotot, és nem azt akarom valóban. A szemlélődő imádságban éled ezt el, nem azt akarod, hogy valóban azt akarod, hogy az ő akarata legyen meg. Mindenben az ő akarata legyen meg. De mint mondottam nektek, nem volt elég erős a hitem, és itt is megkaptam egy kegyelmi helyzetet, ami nagyon sokat segített. Február 28-án, tehát 26 nappal a tragédia után a bazilikában voltam szentségimádáson. Ott van egy kis oldalkápolna, ahol napi 16 órát lehet szentségimádásra menni. Ott van a kivéve az ostya. És ott, ahogy térdeltem, betérdeltem, ott a harang megszólalt 12-kor, hogy körülbelül 2 perc után a szentostyában megjelent a kisfiú az Úr Jézussal, úgyhogy az Úr Jézusnak egy olyan turini lepel élő arca volt, tehát egy élő Krisztus volt, és átfogta a jobb vállát, és közben hallottam tisztán, ahogy rám szólt a Marcika, hogy jól látod, apu. Hát ez egy hasonló, különleges kegyelem volt a gyenge hitűnek, mint annak idején 1998-ban, amikor az Úr Jézus ránk folytott. Tehát megtapasztaltam azt, hogy Krisztus segít, csak ki kell benne tartanod. Akármilyen nagy bajba vagy, akármennyire is elvesztél látszólag. Maga az Úr Jézus a példa azzal, hogy abba az Istenben bízik, aki látszólag a kereszten elhagyja, és nem tudja érte azt, amit megígért neki az Úr, megjön a feltámadás. Tehát mindig ez járjon az eszünkbe, lelkünkbe, amikor akár egy ilyen borzalmas nagy veszteség ér. De ehhez befele kell elindulni, és át kell menni azokon a belső lelki rétegeken, ami mögötte megtalálod a legbelső valódat, ami csupa jó, ahol ott van maga az Isten.
és ez csak csendben lehet. Csendben lehet. Ez a szemlélődő imádság lényege. Nem állhat be a gondolat, vagy cselekedet, nem állhat be Isten és te közét. Amikor feljönnek benned emlékek, hagyni kell, kicsit megszenvedni, engedni, hogy tovább menjen, de mindig a jelenlétbe kell visszatérned. Se a múltban nem találod meg Isten, se a jövőben nem találod meg. Kizárólag a jelenlétben tudod megtalálni. A jelenlét imáját kell gyakorolnod. Kérem a következő? Igen, hát ez egy csodálatos festmény a Andrej Ljubovnak, a Szent Háromság festménye. Tulajdonképpen az kell, hogy az életünk céljává váljon, hogy mi is odaüljünk negyediknek ahhoz az asztalhoz. Ez azonban egy nagyon-nagyon mély belső ima úttal megy, avval lehet csak elérni, ha eléred egyáltalán az életed végéig. A lényeg az, hogy ugyanúgy, ahogy megvan az emberben a szándék, hogy elinduljon adott esetben a diszkóból hazafelé, ugyanúgy meglegyen bennünk a szándék arra, hogy bármennyire is jó kereszténynek, világosság útján járó kereszténynek tart magunkat, de tudjunk befordulni a belső, legbelsőnk felé, ahol tudunk találkozni a jó Istennel, és ahol tudunk találkozni adott esetben a meghalt édesapánkkal, édesanyánkkal, vagy éppen a meghalt gyermekünkkel, ahol én is tudtam találkozni. Ilyenkor egy hézag nyílik a mennyországra. Mi itt építjük Isten országát. Isten országa sokszor erőszakot szenved. Mennyországban nincs erőszak. De egy kis hézagokon oda is be tudunk tekinteni. Hát ehhez kívánok egy saját megtapasztalást közreadva önöknek sok hitet és erőt, és itt igazán megvannak hozzá a drága atyák vezetők. Jó, tulajdonképpen ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Gyerekkor, aztán süllyedés, ő disznóholnak mondták, aztán onnan kiemelkedett, kijött, és most ilyen teoretikus ember, aki nem csak a tudományát fejleszti, hanem a hittel kapcsolatban is összehasonlítja, onnan merít, és a kettőt összekapcsolja. Mert így van ez, én nem akarok most kérdést feltenni, de valahol olvastam, hogy sikerült a Szemmelweis Orvos Tudományi Egyetemen egy nem kötelező tudományát bevezetni. Igen, az, igen, azt is sikerült. Istenítés orvos tudomány. Istenítés orvos tudomány. Most, hogy... örömteli dolog, de azért ez még... Ez is egy van-e érdeklődés utána körülbelül milyen százalék vagy valamit, hogy... De ezt én nem kérdésnek tettem, hogy gyújtsuk fel a villant, és akkor akinek van kérdése, tessék, ugye tetszik a választ. Valóban van ez a tantár, minden évben 86-at, nagy sikerű tantár, tehát a kreditpontokért is jönnek, meg azt látom, 7 éve indítottuk el ezt a tantárgyat, még a Kofárja professzor asszonynál, hogy most agresszívabbak a tudomány szak. Ez egy borzalmas dolog, hogy a tudomány nem hajlandó letérdelni ott, ahol már le kéne térdelnie. A tudásnak három szintje van. Három nem tudás. Én nem tudom, mi nem tudjuk, és soha nem fogjuk megtudni. Ami a soha nem fogjuk megtudni, az tartozik a kinyilatkoztatott igazságok közé. A hit igazságai közé. Például a tudomány a halált soha nem fogja
tudományos módszereivel megismerni egészében. Ott le kéne térdelni neki. Mert a halál az misztérium. Ugyanúgy misztérium az életnek a keletkezése. Soha semmit nem lépett előre a tudomány az elmúlt 5000 évben, abba, hogy akár egyetlen egy baktériumot létrehozzon. Egyetlen egy baktériumot, semmilyen intézet. Az a ócska Póli bacillus, ami ugye mindenkinek ott van 10 000 évvel a végbelében, az nagyságrendileg sokkal magasabb szinten tudja fölépíteni a fehérje szintézisét, az aminósavak összerakását, mint a legnagyobb Harvardi laboratórium. És itt a tudománynak le kéne térdelnie. És azt mondani, hogy én Uram, én Istenem, meghajtom a fejem. Sajnos erre nehezen képes a tudomány, és ezt látom hittével teltével, hogy ez nem csökken, ez a tendencia, hanem erősödik. A tudomány azt akarja magáról bebizonyítani, hogy mindenható tud lenni, pedig nem tud, semmit nem tud. Hát ez ugyanaz a probléma, hogy Európának a... Az a baj, a tudós addig, amíg tudós, addig nincs baj, amikor ideológus lesz, ott kezdődnek el a bajok. Hogyan lesz tovább ez a kérdés? Pedig olyan szépen elmondta Szent II. János pápa ezt abban a Fidesz-Ráció enciklikában, hogy a madár két szárnya, hit és ész kell az embernek, hogy emelkedjen együtt. Más megismerési rend, de mind a kettő kell. Nem szabad. A legmélyebben, a valós énemben, ott jó van, ott a jó Isten lakozik, az én valós énemben, a legmélyebb rétegemben. Azt kell megtalálnunk, amikor erről beszélünk, valahol az onnan jön. A probléma az, hogy rárakódnak a bennünk lévő sötét erők. És itt érdekes módon a lelki mesterek nem az elkövetett és megbánt bűnöket mondják, hanem az úgynevezett áteredő bűnt, ami nem más, mint a rosszra való hajlamaim. És ezek az erők, ezek nagyon zavarnak minket. Nagyon zavarnak minket. És ezért bevonjuk egy kéreggel. És a kéreg fölött próbáljunk meg élni. A kéreg fölött próbáljunk meg élni. Nem akarunk tudomást venni a bennünk lévő sötét erőkről, viszont ahhoz, hogy lejussunk a valós énünkig, ahol csupa jó van, ahhoz át kellene magunkat verekedni ezeken a sötét erőkön. Erre szolgál tulajdonképpen az imádság, ezen belül leginkább a szemlélődő imádság. Mondok egy példát. Senki sem mondja magáról azt, hogy én olyan típusú vagyok, hogy nem nagyon vagyok rendes, meg kellemes, meg szeretetteljes az emberekkel. Igaz? Ezt magáról nem szokták állítani az ember. De lehet, hogy viszont aki kívülről lát téged, az azt mondja, hogy fú, egy ilyen bufurc embert még én már rég láttam. Na, hogy ez a saját magunkról alkotott vélemény, ez ne kerüljön felszínre, hogy én tulajdonképpen egy mufurt, szeretetlen ember vagyok, erre építjük föl a kérget, és a kérek fölött próbálunk élni, nem akarunk tudomást venni. Hát ez mind ugye a tudat alapjában van. Tehát a kéreg alatt, itt nem a magyar kéregre gondolok, hanem egy lelki kéregre, ez mind a tudat alattinkban van. Ott van a jó, és ott vannak ezek a rossz erők. És hogyha mélyen imádkozunk,
nem gondolkodunk semmi, csak Istenre próbálunk figyelni, akkor ezek elkezdenek följönni, kijönni, kitermelődni, és hagyni kell, hogy kijöjjenek, nem szabad a vulkánt visszanyomni, és hogyha kijönnek, elmennek, akkor tudsz te leérni a legmélyebb valóságodhoz, ahol megtalálod a jó Istent. Ez egy tudatos cselekvés, az, hogy így próbál az ember lenni. De legjobban különben, hogy milyenek vagyunk, azt az emberekkel való viszonyunkon tudjuk lemérni. Veszel 100 jó ismerősödet, és megmondod, hogy hát 30-at szeretek, 60-nal közömbös vagyok, 10-t megutálok. Az azt jelenti, hogy 10%-ban utálod Isten, 60%-ban közömbös vagy Istennel, 30%-ban szereted Isten. Ugyanígy azt jelenti, hogy 30%-ban szereted magadat, 60%-ban közömbös vagy magaddal, 10%-ban utálod magadat. Tehát ugyanúgy vagy önmagaddal, ugyanúgy vagy Istennel, ahogy vagy te az emberekkel. Ez egy jó indikátora tulajdonképpen a belsődnek a működésének. Csak egyből rájössz arra, hogy valami javítani. Magyarországra, külföldre is, és megpróbálni az embereknek adni ezt a tapasztalatot, ezt az Isten hitet, mert ezt nem lehet másképp mondani, úgyhogy aki nem hisz, ezt az is végighallgathatta, és azt hiszem, hogy annak is adott valamit ez az előadás. De akik hisznek Istenben és itt voltak, ez egy újabb tanúságtörés arra, hogy mi jó úton vagyunk, ezt a jó útról ne lépjünk meg, gazdagítsuk ezt az utat, és ne adjuk fel, és próbáljuk úgy, mint ő, másokat is megtéríteni, mert úgyhogy nem csak a atyáknak kell, hanem minden felnőtt hívő személynek. Magam nevében köszönöm szépen, ha kell valamit mondani. Én is köszönöm szépen. Hozni, hoztam két újságot, mindenki legyen belőle. Szerintem egy egészen különlegesen karizmatikus újság. Józsika, szeressétek egymást, a negyen testvérek adják, hiszen itt nagyon jó cikkek van.